Önök az M-Plain Televízió péntek esti híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Legfontosabb híreinkkel kezdünk. Átadás előtt engedélyekre várnak az M-Plain Kalandpark legújabb élményelemei. Legyen álmod kerekerdő, tehetségsegítő programot zárt a Művelődésháza Sárospatakon. Történelmi verseny fiataloknak az első világháború témáját dolgozták fel a Kossuth Lajos gimnáziumban. Átadás előtt engedélyekre várnak az M-Plain Kalandpark két új élményelemei. A kötélpályás átcsúszó biztonsági minősítését már megkapta az intézmény. A fülkés felvonó ellenőrzése február közepén lesz. Közben már az élmények beharangozása is megkezdődött. Legutóbb egy országos kereskedelmi csatorna foglalkozott a Sátora-Jóújhelyi Kalandpark beruházásaival. Azok a szerencsések, akik már kipróbálták az M-Plain Kalandpark kötélpályás átcsúszóját, a repüléshez hasonlítják az érzést. Direkt így kitártottam így a két karomat, és mintha levegnék, repülnék. A több mint egy kilométeres pályaszakasz között nincsenek tartóoszlopok. Zárt fülkében, illetve a szabad zuhanáshoz hasonlító átcsúszóval lehet majd közlekedni a két hegy között. A legnagyobb magasság a földtől számítva, a talajtól számítva 150 méter, és valamivel több mint 150 méter a szintkülönbség a két hegy között, amit ezzel a drótkötélpályával áthidalunk. Magyarországon ilyen hosszú átcsúszópálya nincsen, egy kabinos létesítmény pedig egyáltalán nincs az országban, ez az első, ahol kabinba szállva mehetnek át az utasok egyik helyről a másikra. Ilyen szinten, ilyen szempontból mindenféleképpen egyedülálló, illetve még ami elég impozáns, az a sebesség, hiszen az átcsúszó kötélpályán 85 km per órás sebességet lehet elérni. Az építkezéshez hazai és uniós forrásokat vett igénybe a város. A polgármester szerint az önkormányzat jelentős bevételre számít az új attrakciók beindulása után. A látogatói szám növekedése pedig nem csak nekik hoz majd hasznot. Azáltal, hogy nőni fog az ide látogató turisták, kirándulók száma, remélem szerint elérjük a 500 000-t, ez azt is jelenti, vagy jelentheti, hogy a szolgáltatások, a szállásadás, az étkeztetés, tehát a vendéglátás, és egyéb más lehetőségek kivirágzásával munkahelyeket teremtünk, és a munkahelyek mellett pedig a vállalkozásoknak több lesz a bevétele, amely ugyancsak jó a településnek, hiszen valamennyi adót itt fizetnek be. A bakancsos turisták és az extra élményeket keresők mellett a történelmi helyek iránt fogékony látogatókat is várják a sátoraljaújhelyiek. A kötélpálya másik oldalán, a Szárhegyen van a Magyar Kálvária, amely az 1920-ban elcsatolt magyar településeknek állít emléket. Egy éves projektet lezáró rendezvényét tartotta meg a Sárospataki Művelődésháza és Könyvtára. A Közművelődés Intézmény a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Legyen álmod kerekerdő címmel 6 együttműködő partnerrel valósította meg sokrétű elképzeléseit, melynek elsősorban a gyerekek voltak a kedvezményezettjei. A közel 23 millió forint összértékű komplex program témanapokat, tehetséggondozást és még számos lehetőséget adott a fiataloknak és pedagógusaiknak arra, hogy aktív résztvevői és nyertesei legyenek a pályázatnak. A Sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára egy évvel ezelőtt indította útjára azt a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében elnyert komplex pályázati programját, amelyet 100% visszanemtérítendő formában 23 millió forint összértékben számos terv megvalósítását segítette. Az egy év alatt a Sárospataki Karolina óvoda és bölcsöde, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Farkas Ferenc Művészeti Iskola mellett a Hercegkúti Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda, a Tolcsvai és a Kenézlői Általános Iskola is segítette a programelemek megvalósítását. A Sárospatakon és a környező településeken ennyi gyereket meg tudtunk mozdítani, és a kultúra közvetítő folyamatok irányába elindítani az ő kis világukat, hiszen ahogyan az óvónénik is beszámolták, egy teljesen más életkorhoz kötődő módszerrel dolgoztak ők az elmúlt egy év alatt, és egészen másképp az iskolák, de azt gondolom, hogy élmény, ami a gyerekekben elraktározódott, ez volt igazán fontos. A
Az élmények szerzésére például a tehetséggondozás, a témanapok és a témahetek adtak segítséget a programban résztvevőknek. Természetesen a gyerekek mellett a pedagógusok is nyertesei voltak a pályázatnak. Valamennyi közreműködő partner bemutatta, hogy miként vett részt a pályázati programban, és annak köszönhetően mi mindent tudott megvalósítani. Ragaszkodunk ahhoz, hogy a leckét apa vagy anya írja meg, ha már olyan okosabb, amikor kikérdeznek minket. Lehetőségünk nyílt olyan anyagokhoz is nyúlni, amit a csoporton belül lehet, hogy nem tudunk megvalósítani, és mivel a nagyokról szólt ez az egész, vagy a nagyobb korosztályról, ők már kreatívabbak, ötletesebbek, jobban el tudják engedni a fantáziájukat, úgyhogy ötletes dolgokra sikerült tettek, aminek ők örültek talán a legjobban, mert hogy ezek egy kincsek. Egy darabig számukra. A projektzáró rendezvény kapcsán elhangzott, a résztvevők abban bíznak, hogy egy következő hasonló program kapcsán még együtt dolgozhatnak. Történelemversenyt szervezett a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium a Nagy Világháború címmel általános iskolás csapatok számára. A vetélkedőnek már hagyománya van az újhelyi oktatási intézményben, hiszen minden tanévben meghirdetik más-más történelmi eseményhez kapcsolódva. Idén az első világháború 100. évfordulója adta az aktualitást. A megmérettetésen a helyi általános iskolások mellett határon túli fiatalok is részt vettek. Sátoraljaújhelyen rendhagyó történelemórával és kiállítással emlékeztek meg eddig az első világháború 100. évfordulójáról. A Kossuth Lajos Gimnázium egy történelmi versennyel kapcsolódott be a rendezvények sorába. Az általános iskolások számára meghirdetett verseny célja volt, hogy a felkészülés során megismert történelmi személyekből és eseményekből példát merítsenek a diákok. Ami le van írva a tankönyvükben, az az alap, tehát ez a kiinduló pont. Mi, amikor összeállítottuk ennek a versenynek a feladatait, akkor egy néhány olyan feladatot is belevittünk, ami kreativitást igényel, tehát beleélést az akkori helyzetbe, beleélést az akkori eseményekbe, és hogy mozgassák meg a diákok a fantáziájukat is, ne csak szorosan ahhoz ragaszkodjanak, ami nekik tananyag. A versenyen a helyi általános iskolák csapatai mellett a felvidéki B alapiskolájának diákjai is megmérettették magukat. 3 hete szóltak nekünk, hogy lesz ez a verseny, és összefogtunk így hárman, összeültünk, és ideadták nekünk a könyveket, tanultunk, elkészítettük a prezentációt. Az igazgató úr szólt nekünk, hogy lesz ez a verseny, és ő jelentett minket be erre a történelmi versenyre. Szólt, hogy az első világháborúról lesz szó, és mi szívesen elfogadtuk a meghívást, és eljöttünk. A gimnázium a mindennapok során jó kapcsolatot ápol a határon túli magyar alapiskolákkal. Több felvidéki magyar fiatal választotta azt a lehetőséget, hogy az újhelyi intézményben írja meg a központi felvételijét, de a gimi által meghirdetett versenyeken is rendszeresen jelen vannak ezek a fiatalok. Megpróbáltunk olyan feladatokat összeállítani, ami talán a közös sorsunkat mutatja meg. Van olyan feladat, ami szűken Sátoraljaújhely tragédiáját próbálja felidézni. De a feladatok nagy részénél azért egy olyan nemzetközi eseményről van szó, ami ugyanazt jelenti a szlovákiai fiatalok, vagy a szlovák iskolákba tanuló fiataloknak is, mint nálunk. A verseny szép eredményt hozott a felvidéki magyar fiatalok számára, hiszen az Esze Tamás tagintézmény és a gimnázium csapata után a 3. helyen végeztek. A Sárospataki Művelődésháza és Könyvtára ebben az évben is várja a kisgyermekes családokat a Baba-Mama Klub előadásaira és foglalkozásaira. Legutóbb a gyógytorna és a kisgyermekek helyes testtartásának fontossága volt a fő téma. A szakember szerint ugyanis az elmúlt évekre visszatekintve már egyre kisebb gyermekeknél jelenik meg a gerincfeldülés, ami a gyógytornászokat is meglepte.
Akár már a 2-3 éves gyermekeknél is megfigyelhető a gerincferdülés, a rossz testtartás és a járással összefüggő deformitások, mondta a gyógytornász a Baba Mama Klub keretében. Legutóbb ugyanis a helyes testtartás fontosságára hívták fel a szülők figyelmét. A szakemberek ugyanis az elmúlt 1-2 évben azt tapasztalják, hogy egyre több kisgyermeknél jelennek meg a gerincoszlophoz és a járáshoz kapcsolódó problémák. Oda kell figyelni nagyon, hogy a gyerekeknek a mozgásfejlődése milyen foknál jár, és hogy ezt milyen helyzetekkel tudom segíteni, könnyíteni, és nem káros hatást elérni. Nem ülő gyermeket, önállóan föl nem ülő gyereket nem ültetek. Nagyon nem szeretjük, mint gyújtornász, a segédeszközök használatát, mint pihenőszék, bébikomp, mert ezek káros hatással vannak a tartásukra. Ezekre figyelmeztetjük őket, és igyekszünk olyan gyakorlatokat, vagy olyan ismeretet átadni, amivel tudja segíteni a gyerekének a mozgásfejlődését, törzsizomzatának erősödését, és a későbbében kialakuló káros hatásoknak a megelőzését, mint gerincfeldülés, hanyagtartás, lúdtap, ezek hasonló problémák. A szakemberek véleménye az, hogy a legtöbb szülő eléggé tájékozott, viszont a jelenlévők figyelmét felhívták arra, hogy szűrjék meg jól az információkat, és elsősorban a szakvéleményre alapozzanak. A divattermékek ugyanis több esetben inkább ártanak, mint használnak, és sokszor nem feltétlenül ezekre van szüksége a gyermeknek. Interneten nagyon sok mindent meg tudnak nézni, viszont figyelni kell, hogy szűrni kell ezt az anyagot, mert oda bárki bármit föltehet, úgyhogy csak olyan oldalakon érdemes nézelődni, ami egy hivatalos oldal. De kérdésekre, ha hozzánk fordulnak, mindig válaszolunk és elmondjuk a saját tapasztalatainkat. Úgyhogy szerintem igen, vannak minden több lehetőségek, mint a klub is, ahol meg tudják beszélni védőnőkkel, gyerekorvossal, ezeket az ismereteiket, tapasztalataikat, kérdéseiket el tudják mondani. A szülők arra vonatkozóan is kaptak tanácsokat, hogy milyen egyszerű gyakorlatokkal segíthetik a gyermekük fejlődését és a helyes testtartást. Januártól új kérdésbankból kapják a KRESZ kérdéseket a vizsgázók. A kérdések tartalmi és formai változásán túl a gyakorlási lehetőség is más. A hónap végéig közel 200 új kérdés ingyenesen elérhető az interneten, aki azonban a többire is kíváncsi, annak egy internetes felületen kell regisztrálni. Az oktatók szerint a közlekedési szabályok megtanulásához nem elég a tesztek begyakorlása, a kérdések magyarázata is szükséges hozzá. A KRESZ oktatás hagyományos formáját is alkalmazzák az egyik sátoraljaújhelyi autós iskolában. Egy oktató elmagyarázza a közúti közlekedés szabályait, a tanulók csak ezután gyakorolnak a számítógépen. Ezek a fiatalok már az új tesztkérdésekkel találkoznak majd a vizsgájukon. Januártól a korábbinál nagyobb kérdésbankból megváltozott feladatokkal állítják össze a KRESZ vizsgasort. A régi kérdéseket a 2000-es évek elején állították össze. A vizsgán előforduló feladatok zömét ismerték és begyakorolták a tanulók. A diákok szerint, aki most kezdi tanulni a KRESZ-t, jobban jár, ha megismeri a szabályokat. El tudja magyarázni az oktató értelmesebben, mint egyébként kérdésekben meg tudnánk csinálni. Az új kérdések műszaki témaköröket érintenek, és az új technikai újításokat is tartalmazzák. A képek cseréje mellett több alapkérdést állítottak össze. Több mint 10 000 féle kérdésből lehet majd variálni a vizsgasort. Január végéig közel 200 kérdés ingyen hozzáférhető, ezután pedig internetes felületen lehet majd regisztrálni és megvásárolni a tesztfeladatokat. A képeket cserélték le, tehát ilyen 3D-s képeket csináltak, hát egyelőre még itt nem látunk ilyet, mert a 30-valanyadik kérdéstől vannak a ábrás kérdések, illetve nagyobbak lettek, ahogy itt is lehet látni, nagyobbak lettek a jelzőtáblák, ebből a szempontból jobb, de ugyanúgy tudni kell a KRESZ-t. Tehát a réginél is tudni kellett a KRESZ-t, meg az újnál is tudni kellett a KRESZ-t. Mondom, vizsgabiztos kollégával is beszéltem a múlt hét kedden, ő azt mondta, hogy nem lát visszaesést eredményességben, ugyanaz az eredményesség, ami tavalyi éven volt, hiába vannak új KRESZ kérdések. A vizsga követelmény rendszere továbbra sem változik. 10 hibapont után bukik az autós és motoros kategória tanulója. Ám míg eddig nagyobb esélye volt annak, hogy egy-egy gyakorló kérdéssel a vizsgán is találkozzanak a tanulók, addig most a mechanikus bemagolás helyett alaposabb KRESZ tudásra lesz szüksége minden tanuló vezetőnek. 3 mázsa húst dolgoztak föl és töltöttek be Sárospatakon. Az évek óta jól szervezetten működő esemény Belica Jánosnak köszönhető, akit leginkább sportvezetői munkájáról ismernek.
A ma már pataki sportéletért dolgozó fiatalember Békés Csabai származású, így az ottani ízvilágot honosította meg a bodrogparti városban. 7 évvel ezelőtt baráti kezdeményezésre egy garázsban kezdődött a kolbász szöltés Sárospatakon. Hagyományos munka ez tél idején, az újítást az hozta bele, hogy a Békés Csabai származású sportember Belica János állt a szervezés élére és honosította meg a csabai ízeket a pataki kolbász töltésen. A kezdetekkor 3-4-en vettek részt a társadalmi eseményen, ma már 20-30 fő szorgoskodik egy-egy alkalommal. Legutóbb a Végardói faluház volt a helyszíne a kolbász töltésnek. Én már idén nem nagyon szerettem volna, egy picit más jellegű dologban gondolkodok, és hát volt, aki rábeszéljen, így ezt a 3 mázsákos tatok jelleggel gyorsan betöltjük, igazi Békés Csabai recept alapján dolgozunk, kiváló hangulatban. Mennyire sikerül ugyanolyanra hozni az ízeket, mint mondjuk gyerekkorban? Igen, hát a bor sem ugyanolyan, lehet, hogy 20 órakor más az íze, mint reggel 6-kor, úgyhogy a kolbász is változik, hústól és egyéb dolgoktól, titkos dolgoktól függ, de azért azzal a jelleggel, ami Békés Csabán nem disznóvágás, hanem disznótorként működött, az azért most is próbáljuk hozni azt a színvonalat, és azt a, azokkal az igazi fűszerekkel megspékelve, amik eddig megszokottak, hogy ez a kolbászhoz. A 3 mázsányi hús feldolgozása több órás folyamat. Közösen fűszereztek, gyúrtak, majd porciózást követően következhetett a kolbász töltése. Több asztalon zajlott a folyamat a hatékonyság érdekében. A kolbász ízvilágát jelentősen befolyásolja a füstölés is. Ezért igyekeznek a lehető legtöbb mennyiséget egy helyen füstöltetni, ahol nagy gondossággal kezelik a csabai jellegű pataki kolbászokat. Híradunk végén főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. Átadás előtt engedélyekre várnak a Zemplén Kalandpark legújabb élményelemei. Legyen álmod kerekerdő, tehetségsegítő programot zárt a Művelődésház a Sárospatakon. Történelmi verseny fiataloknak az első világháború témáját dolgozták fel a Kossuth Lajos gimnáziumban. Kedves nézőink, Önök az Zemplén Televízió híradóját látták, híreinket újra megtekinthetik a www.zemplentv.hu weboldalon is. Ha a kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zemplentv@zemplentv.hu e-mail címre, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok Önöknek, viszontlátásra!